Köszönjük szépen, folytatjuk is a műsort a panel vendégeink ez alkalommal. Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozatának elnöke. Nőtagozatának, bocsánat. Mert főnév és nem melléknek. Nagyon jogos, köszönöm a kijavítást. És Böcskei Balázs, az ideintézet vezetője. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az apropóját a meghívásnak az adja, hogy a héten publikált az ideintézet egy kutatást, amit a Szakszervezeti Szövetség megrendelésére készített el. És ez ugye részben a egy évvel ezelőtt kirobbant MeToo kampánynak a hazai lecsapódását vizsgálja, konkrétan azt, hogy a különböző munkahelyeken a női munkavállalók milyen hátrányos megkülönböztetés vagy kifejezetten zaklatást tapasztalnak. Első körben azt kérem tőled, Balázs, hogy foglaljuk össze, miről szól a kutatás és mik a legfontosabb megállapításai. Szakszervezeti nők körében végzett kutatásról beszélünk, 38 kérdés és 621 válaszoló a legkülönbözőbb szektorban, tehát a kereskedelem, a szállítás, a pedagógus, magyarán az oktatás szférájától kezdve, tehát nagyon heterogén. A célunk az volt, hogy van egy beszédmód, egy diskurzus a MeToo-val, ezt gyűjtőfogalomként használjuk, ugye sokan ugyanazt értjük alatt, de sok mindent értünk alatta. Ez a beszédmód, ez számos tekintetben mondjuk egy médiabeszédmód, egy középosztálybeli diskurzus, egy a tőkével, már pedig a kapcsolati tőkével, konvertáltó tőke, szereplési tőkével, jóbíróknak a beszédmódja, ami legitim, szükséges, és ők indították el a forradalmat. Amerika azt gondoljuk, hogy távol van, aztán mégis közel, mint ezt látjuk. De mi arra voltunk kíváncsi, hogy a szakszervezeti, tehát a munkatársadalomnak a tagjai hogyan érzékelik ezeket a problémákat, és hogyha érzékelik, akkor van-e bátorságuk lépni. Ha nincsen, lenne bátorság, akkor miért nem lépnek, mennyire a támogatói környezet mennyi van, és mit várnak a szakszervezetektől, úgy, mint a szélesebb értelemben szabályozások tekintetében. És ami fontos, hogy nem csak a munkahelyen szexuális erőszak és zaklatás kérdése, hanem a munkavégzés közben itt is néztük, hiszen mindenkinek van tapasztalata, vagy olvasta, vagy hallotta, vagy látta is, amikor egy ellenőrre elindul a atak tulajdonképpen. Mi a három legfontosabb megállapítása a kutatásnak? A három legfontosabb, a probléma 50%-a már a megkérdezetteknek tapasztalt szexuális zaklatást a munkahelyén. Ez a szám munkahelyen kívül egyébként 70. Az esemény, a cselekménynek a súlya az, ami miatt ő fordul valaki adott esetben a feletteséhez. A felettesétől is érkeznek egyébként zaklatások, tehát 10%-a, aki már tapasztalta a felettesétől ilyen típusú zaklatásnak jeleit, illetve nyomait. A kollégialitás, a támogatói környezet hiánya az egy nagyon döntő szempont. Csak 7%-a mondta azt, hogy azt teszi, hogy motiválta, hogy ezt az ügyet elindítsa, hogy a kollégialitás megvan-e vele. További fontos állítás, hogy a szakszervezettől elvárják a segítséget, de nem tudják, hogy a szakszervezet mennyire tekintetben mennyire aktív, és ami súlyos és fontos, és sajnálatos egyelőre, mégis ezért kezdődött ez a kutatás, és a szakszervezetek itt van helyük, hogy a szabályozással nincsenek tisztában a megkérdezettek. Van erre szabályozás, és ha van, az akkor mit tartalmaz? Úgy szakszervezeti munkahelyi szinten, kollektív szerződési szintjén egészen a hatályos Big Picture-ös jog értelmezésnek tekintetében. Köszönöm. Mi adott okot a szakszervezetnek arra, hogy ezt a kutatást megrendelje, és ezekből a megállapításokból, amiket a Balázs is összefoglalt, mi adódik tevékenységi körbe adódóan a szakszervezetnek? Hogy lehet ebből majd tovább lépni, megoldásokat hozni ezekre a problémákra? Csak azt ne kérdezzem meg, hogy mi köze ennek a szakszervezetnek ahhoz, hogy egyébként ezzel a témával foglalkozol. Hát ami apropót, hogy az a mindennapi életünk, tehát minden nap tapasztalunk erőszakot, azok a munkahelyek, amelyek az külső ügyfelekkel foglalkoznak, és már a Balázs említést, tehát ez mind a vasúti egyvizsgálók, mint a BKK-ban a munkatársak, vagy a kereskedelemben a pénztáros, az árufeltöltő, tehát azt kell mondjam, hogy szinte nem tudnám, de a szociális ágazatot hoznám ide, ahol az ápoltak napi erőszakos megjegyzéseket, és hogy mit szeretne csinálni a nővérkével megjegyzésekig. Tehát gyakorlatilag ez a munkahelyen abszolút jelen van. Ezt mi mindig is mondtuk, csak hát ez egy férfi társadalom. A szakszervezet is egy férfi társadalom, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy hát nem kell ezzel foglalkozni, mert ez túlzott érzékenység, és egyébként nem. De hát apropója az is, hogy egyébként az ENSZ gondol erre, és a világ arra megy, hogy ezt az ILO, a munkaügyi szervezet egy egységes szerkezetbe szedve alkosson egy szabályrendszert.
amit majd persze Magyarország alá fog írni, mint részes tagállam, aztán majd haza kéne hozni, és ezt a jogalkotásban, a munkatörvénykönyvében ratifikálni kellene, de tartok tőle, ha nem csörömpölünk előre, akkor nem fog ez megtörténni. Tehát több apropó is van, de az első és legfontosabb apropó az az a szembenézés, amit soha nem történt meg ebben a témában, hogy valóságosan egy kutatási intézet igenis mutassa meg nekünk azt a tükröt, munkaadóknak, szereplőknek, szakszervezeteknek, hogy mi történik a munkahelyeken. És nekem az a legfontosabb, hogy ennek a kampánynak a végeredményeként igenis mindenkinek a fejébe legyen ott, minden nőnek, hogy ez nem része a fizetésünknek, és nem kell eltűrni. Tehát tenni kell ellene, közösen kell tenni, úgy tűnik, mert az egyén ezt nem tudja megoldani, de hogy tennünk kell. Tehát ugye Balázs már utalt arra, hogy a MeToo kampánynak van egy ilyen tematizációs ereje, amit főként egyébként, vagy inkább a magasabb média tőkével rendelkezők tudnak hasznosítani. Egy szakszervezet szempontjából nyilván ez alkalmas lehet arra, hogy betoljon olyan progresszívabb követeléseket is, mint amikről az előbb beszélt, vagy akár a Balázs utalt rá. Hogy érzi, milyen ma a szakszervezetek tematizációs potenciája a közéletben? Mennyiben küzdködnek azzal, mennyi hogy médiaidőt kapjanak? Hát mondjuk azért jó lenne, hogy hazaérnénk éjfélre legkésőbb, de holnap azért valamely... Holnap éjfél. Jó, hát néhány pontot villancsunk azért mégiscsak föl. Erről hát már beszéltünk Kálmán Olgával, és csak azért kérdezem. Nekem az a elkedvetlenítő válaszom következik, és én magam ebből azért, mert rám nem igaz. Tehát nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy én magam más szakszervezetben gondolkodom. Én 28 éve vagyok tisztségviselő, több mint 20 éve kifejezetten a női tagozatokban, én vasutas vagyok egyébként a foglalkozásom szerint, de hogy én mindent megteszek annak érdekében a saját eszközeimmel, hogy a szakszervezet azt a fajta illegalitást, amit az elmúlt 28 évben magára vett, hogy ebből kitörjünk, mert ez méltatlan helyzetben, tehát a jelen pillanatban a szakszervezetek szerintem méltatlanul lekezelt, elhallgatott és médiában meg nem jelenő. De miért? Miért alakult ki ez? Ez miért alakult? Ez szerintem először is a szakszervezeti vezérek elgyávulásából fakadt. Ez a nem vállaljuk a konfliktust, akkor jó fiúk leszünk. Tehát ez a szoszliberális kormányok alatt pedig hát az eltársakkal elintéztük. Akkor nem volt szükségünk arra, hogy a médiában szerepeljünk, és valahol az a fajta progresszív, előremenő, rámutató magatartást, ezt így belül még csak dohogunk, már dohognak, meg én is, de kifelé nem akarjuk kitállalni, hogy milyen nagy a baj. Miközben szeretem azt gondolni, hogy én vagyok a legnagyobb női civil szervezetnek a vezetője, a Magyar Szakszervezeti Szövetség a legnagyobb konfederáció, itt 100-110 ezer tag között mozog a tagság, és ennek a fele nő. Na most, hogyha végig gondolom, hogy ezek nem olyan számok, amelyeket csak így bemondunk, hanem ezek minden hónapban a tagok befizetik az 1%-os tagdíjukat, akkor joggal tesszük fel a kérdést, hogy egyébként miért ennyire nem megértett vagy meghallgatott. Ha ma megkérdezzük, egyszer majd arról is kellene kutatást rendezni, hogy egyébként a szakszervezetekről miért tudnak ilyen keveset az emberek. Hát pont azért, mert annyi keveset mutatunk magunkról. Itt kapcsolunk át a Balázshoz, hogy ugye az Ideaintézet dolgozik pártokkal is. A filmben láttuk azt, hogy például az MSZDP milyen organikusan tudott együttműködni a kor szakszervezeteivel, sőt az akkori szakszervezeti tagság egyben pártagságot is jelentett. Te hogy látod, hogy mitől alakult ki ez a fajta szeparáltság is, mert főként baloldali pártokra gondolok, baloldali pártok és magyarországi szakszervezetek között? Szeparáltság, ez az, hogy nincsen intézményes párbeszéd vagy együttműködés? Igen. Szerintem a 2010 utáni helyzet nagyon sok tekintetben a szereplőket egy új helyzet elé állította. A szakszervezetek tényleg az addig a szocialista, szabaddemokrata kormányok alatt, amire utalt Mária, és hozzá voltak szokva, hogy nem kellett eljutni a sztrájkig. Tehát nem volt nekik arra vonatkozóan a cselekvési tervük, hogy egy kormányzat nem kompatibilis velük, még az egyeztetések szintjén is, akkor oda már szakszervezeti felfogásra van szükség. Tehát ott egy mozgalmár szakszervezeti gondolkodásra van szükség. Ez az egyik állítás. Másik állítás pedig az, hogy a pártok és a szakszervezetek között kialakult egy kölcsönös bizalmi válság. A szakszervezeti tagok egyébként, vagy az újonnan belépők, vagy a létezők azt gondolták, hogy van egy munkás arisztokrácia a szakszervezetnek az élén. Egyébként szerintem tényleg sem van ilyen, de most nem a Máriára gondolok elsősorban. Egyébként őt megismert tapasztaltam azt, hogy mennyire sokszínűbb, mint ezt gondoljuk a szakszervezeti világ, és mennyire ellenállóbb egyébként adott esetben. És a pártok is úgy tekintettek, hogy nekünk szakszervezeteink vannak, tehát nem is azt mondom, hogy szakszervezet és pártok konfliktusa van, hanem pártok, szakszervezeti vezetők és szakszervezeti tagoknak a konfliktusa van. És ez a 2010 utáni helyzet, ebben a szakszervezeti vezetők még nem találták meg, hogy hogyan lehetne sztrájkolni, és sose tanulták meg ennek a módját. A tagság már sokkal aktívabb akar lenni, és a pártokban viszont nem bíznak meg.
Tehát, és a pártok és a szakszervezetek között van egy nagyon erős különbség, hogy a szakszervezetnek van tagsága. Másrészt, ami viszont ezt a viszonyt nehezíti... Itt a tagságról erről adjunk egy relatív képet, ez hány embert jelent? Itt most hallottuk, hogy 100 ezer tagról beszélünk, és 50 ezer ugye a nő, és egyre több nő tagja lesz a magyar szakszervezetőknek, csak azáltal, hogy van egy kivándorlás a munkaerőpiacra, és van egy beáramlás a nők részben a munkaerőpiacra. Ez a kutatás ezért is fontos, mert a MeToo jelenség az még élesebb lesz azáltal, hogy a nőknek a száma emelkedik a szakszervezeten belül. És így nem akarom a médiát kritizálni persze, de van egyfajta médiadiskurzus, ez 25 éve felgyűlemelt és csomósodott, sűrűsödött, hogy a szakszervezetinek lenni az nagyon ciki dolog. Azok valamilyen pecsétes zakóban, STK szemüveges, cigifűsben úszó kollektíváról van szó. Igen, a szakszervezet az egy ilyen kommancsős kövületnek számít. És aztán nem ez, tehát itt ülünk egy MeToo kampány, egy amerikai és utána európai, globális, kontinentális problémák közepette, és Magyar Szakszervezeti Szövetség úgy gondolja, hogy ennek érzőben lépni kell, dolga kell. Ott van ott az a most reklámot csinálnak a kitűzőnek, ami a béregyenlőségre vonatkozik. Szerintem meg nem tudunk eleget a szakszervezeteknek a tevékenységéről. Szakszervezeti tanak lenni, az ott azért nem lehet csajozni, meg pasizni. Tehát ott dolgozni kell, és azért úgy kevesebben is lépnek be. Én nekem nagyon nem akarom szembeállítani, tehát most senki ne értsen félre. Egy CEU és egy szakszervezeti tüntetés különbségét. A CEU tüntetés az egy nagyon középosztálybeli élmény és szabadságok fontossága. Ilyen típusú ruhákban vannak az emberek. Még egyetes, mondjuk adott esetben egy szakszervezeti tüntetés alkalmával, nekem a legutolsó részt vett, ami ugye a kafetéria ellen volt, látszott, hogy egy rosszul öltözöttebb, egy a bérkérdést az öltözködésén viselő közösségről van szó. Tehát azt hiszem, hogy itt a presztízs ezeknek az embereknek és az a diskurzusok elkapcsolva sokkal lesajnálóbb igazságtalanul. Szerintem ezen, nyilván ezen kell állítani ez a dolgon. Ez a kutatás és ez a munka ez nem stafírozza ki ezt a szakszervezeti szerepet, mert az anélkül nem megy, hogyha itt a mozgalmár vonal ebbe a dologban nem épül meg. Tehát az, hogy sztrájk nélkül tudta Fidesz kormányozni az elmúlt 8-9 évet, érdemi sztrájk nélkül, azt hiszem az valahol a szakszervezetnek is kritikája. Az a fajta, amit megismertünk szakszervezeti struktúrának, vége van. Tusé. Hogy mi akkor a kitörés lehetősége? Tehát milyen sokat gondolkodik ön is erről, meg gondolom a vezetőtársa is. Most ugye bejelentették már ezt a túlóra megemelést a Fidesz kormány a harmadik kétharmad idején. Korábban is egyébként egészen radikális munkatörvénykönyvi szabályozások voltak, amelyek nagyjából egyébként visszhangtalanok maradtak a szakszervezetek részéről. Tehát hol lehet akkor ezzel a hatalommal szembeszállni szakszervezeti alapon? Na kezdjünk visszamenni. A sztrájk. A Fidesz kormány hatalomba lépésekor az első dolgai között volt, hogy a sztrájk törvényt kinyírja. És a sztrájkot nem tiltották be formálisan, mert törvényileg nincs leírva, hogy sztrájkolni nem szabad, de sztrájkolni nem lehet. Ugyanis van benne egy ilyen kis passzus, hogy a mégelégséges szolgáltatást meg kell állapodni. De mi a mégelégséges szolgáltatás? A múlt héten volt egy nagy jogi konferencia az ELTE-n, és azt mondta a munkaügyi bíró, hogy hát mondjuk egy MÁV menetrendet oda tesznek elé, és hogy ő ezt meg tudja állapítani, hogy mi a mégelégséges, melyik vonat. Hát ez valami szkifi. Tehát ezt ott képzeljük el egy hálózatra, egy magyarországi országra kell megmondani. Tehát hogy azt kell mondjam, hogy olyan lehetetlen helyzetbe hozta azokat az ágazatokat, akik sztrájkképesek, akik erősek is tehát volt hozzá képességük, hogy ott teljességek kinyírta. Tehát a vasutas az nem sokáig fog, ugyanis, hogyha utólag megállapítja valamilyen bíróság, hogy ez a sztrájk jogellenes volt, akkor a szakszervezeti vezető megy a kaptárba, a vagyon meg a kincstárba. Tehát azt kell mondjam, hogy ez így nagyon óvatossá tett mindenki sztrájkügyben. De ne feledkezzünk meg arról, hogy 2 éve a Tesco-ban először egy multinál elszakadt, elég lett, elege lett mindenkinek ebből, és én végigéltem velük, mert a kereskedőkkel egy viszonylag intenzív kapcsolatunk van, végigéltem velük, hogy hogyan lett a nulla sztrájk hangulatból az, hogy gyakorlatilag a Tesco bezárt. Nagyon sok áruházik, mondják a statisztikák, 200 valamennyi áruház, gyors. És gyakorlatilag a vezetés az először nem vette ezt az egészet komolyan, majd azok az emberek, akik először le akartak mindenkit beszélni a sztrájkról, azt mondták, hogy ez presztízs. Tehát, hogy presztízs ott lenni. És ennek lett egy következménye. A szakszervezeti elnöknek 2 héten belül az összes multi vezérének ott volt a meghívása a telefonjában, miszerint üljünk le bértárgyalni, azelőtt, mielőtt nálunk is elfajulna a történet. Tehát sztrájkolni lehetne, csak kérdezem én tiszteletten. Most a munkatörvénykönyvétnek ez a kósa fölébredt, és úgy döntött, hogy most
Nem beszélt az érdekegyeztető tanáccsal, ez európai országokban úgy van, hogy a munkaadók, munkavállalók, kormány odavonul, fölajánlja, hogy ezt szeretné. Nyilván a munkaadók kérték ezt az emelést, mert hát nekik szorít, hogy nincs munka és munkatárs. Tehát föl kell emelni a túlórát, ez egy népnyúzás, mert ez a temetőbe fog vinni mindenkit. Csak úgy mondanám, hogy a 40 óráról fölemeltük 48 órára a munkahetet, és gyakorlatilag ez azt fogja eredményezni, hogy akár egy hónapban csak egy vasárnapja lesz az illetőnek, egy szabadnapja. De ezt el kell magyarázni, és ugye a médián keresztül azt mondja nekem a Pető Péter kedvencem, hogy hát ez nem lehet elmagyarázni. Tehát ezt nem tudsz odaülni, és nincs annyi műsoridő, nincs annyi felület, ahol én ezt értelmesen, plasztikusan el tudnám magyarázni a közvéleménynek, hogy kérem tisztelettel. Ha ezt el fogják fogadni per holnap, akkor ebből óriási probléma lesz, mert a munkavállalók olyan mértékig vannak kizsigerelve, hogy rámegy az egészségük, és volt egy időszak, amikor minden héten arra kaptuk fel a fejünket, hogy 50 éves forgalmi szolgálattevő szépen mandugott be, a forgalmi irod előtt összeesett, meghalt. A mozdonyvezető ott maradt a mozdonyon. 40-valahány évesen. Tehát, hogy az emberek túlhajszolják magukat. És ma például a szövetségi elnökségen pontosan ennek a helyzetnek megfelelően, hát ez napirend volt, hogy mit csináljunk. És bizony azt mondta ágazati vezető, most nem fogom megmondani, hogy az emberek azt mondták, hogy de hurrá, több pénzt fogunk keresni. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, szóval ezt az érdek különbözőséget, hogy a szakszervezetének, én azt szoktam mondani, hogy az embereket önmaguktól is meg kell néha védeni, mert vagy 28 éve mióta tisztségviselő vagyok, hát vagy annyi egyforintosom lenne, itt föl lenne halmozva egy halom, amikor elmondtam, hogy ne írj alá semmit, nem kötelező, azonnal aláírni, el nem olvastad, meg nem konzultáltad, be nem hoztad a szakszert, át nem néztük, ne írd alá. Ezt mondom, tehát ha egyforintosból is sok lenne. Mégis a munkavállaló bemegy, és már a főnöke azt mondja neki, hogy hát írd alá, hát most rosszat akarok, írd alá. És ő elhiszi a főnökének, hogy az jót akar. Majd hazamegy, aztán végül két nap múlva elolvassa, és kétségbe esik, hogy mi van beleírva. Itt kapcsolódik át, és akkor a Balázshoz szólna a kérdés, hogy ugye beszélgettünk erről, hogy mekkora lehet esetleg a szakszervezetnek ez a fajta tematizációs ereje, hogy ugye itt van egy ilyen nagyobb probléma is, amit én látok, hogy egész egyszerűen Magyarországon a politikai cselekvésnek nem része az, hogy anyagi követelésekért küzdünk. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt, nem is csak az elmúlt 10, hanem az elmúlt 30 év nagy tüntetéseit, akkor én nem nagyon tudnék mondani olyasfajta tüntetést, amiben tényleg több tízezeren vonultak az utcán, magasabb minimálbért követelve, a munkatörvénykönyvének a megváltoztatását követelve. Mitől alakult ki ez a fajta idegenkedés az anyagi követeléseknek a zászlóratűzésétől? Hát talán azért, mert nem is kellett, ezért, nem azért, mert jólét volt, hanem mert ennek ténylegesen nem volt a kultúrája. Anyagi követelésekért mindig a szakszervezetnek kell. Tehát azért azt ne várjuk el, hogy a TASZ, a civilek, vagy a most a Greenpeace, vagy a Partizán közösség elindul ezügyben, mert nem az az érdekszféra. Tehát a magyarországi tüntetések és tiltakozások kultúrája az leginkább arról van szó, hogy vagy felülről vezérelt tüntetések és tiltakozásokról van szó, hogy a legerősebb szociális kezdeményezés az a Fidesz-KDM 2008-as népszavazásában torkoló úgynevezett szociális népszavazás volt. A másik pedig, hogy az adott szféra áll ki a dolgáért, és a szakszervezetek miután inaktivitást mutattak e téren, nyilvánvalóan az érdekekért, az anyagiakért való küzdelem kimaradt. Hogyan lehet ebből kitörni? Azt látjuk, hogy önmagába véve a 2010 utáni rezsimben az egyes társadalmi csoportoknak az érdeksérelmei azok összefüggnek valahol. Tehát ott, ahol a nők kiszolgáltatottságáról beszélünk, teszem azt mondjuk szexuális zaklatás terén, pár lépéssel eljutunk arról, hogy ez egy bérkérdés, hiszen ő azért nem mer szólni, mint mutatja a kutatás, azért nem mer szólni, mert kirúgják a munkahelyéről, 10% fölött van, aki fél a negatív következményektől, és ott marad akkor egy lakáshitellel és mindaz, ami ezzel jár. Tehát azt kell látni, a hatékony politikai küzdelem azt jelenti, hogy az, akik értékekért küzdenek, azok beállnak az mobilizációs ereiket tekintve, az érdekekért küzdők mellé is. És a szakszervezetektől is, ha azt nem is várhatjuk, hogy a Pride-on része legyenek a szakszervezetek, ugye volt az a ominózus, hogy a pár évvel ezelőtti brit film, ami ennek egy jó példát mutatta, szerintem attól azért messze vagyunk, a szakszervezetek az egy konzervatívabb intézmény, de azok a progresszív erők, akik azt gondolják, hogy kizárólag az értékek mentén kell tüntetni, nekik kell segíteni know-how-val, mobilizációs erővel, felülettel a szakszereteket, mert azt hiszem, hogy ez egy kicsit olyan, mint a munkásosztás esetén az osztálytudat, hogy be kell vinni ezt a dolgot,
és annál ez egy konzervatívabb intézmények. Tehát ezek az én csak érdek alapon és én csak érték alapon szervezek egy-egy típusú tüntetést, szerintem ehelyett most már ilyen kollektív cselekvésre van szükség. Erre mennyire áll készen a szakszervezeti tagság? Tehát hogy látja például mondjuk ezeket az osztály érdekeket alapvetésnek tudja tekinteni? Én szerintem erre most nem áll készen a tagság. A tagság nem érti a maga körül forró világot, mert a politikát már nem érti. Hitt a Jobbikban. A bérunió miatt? A bérunió miatt, mert meghülyítették. Aztán amikor én egy-kétszer elmeséltem a bérunió történetét szakszervezeti tisztségviselőknek, akkor ott döbbenten ültek, és azt mondták, hogy hát most az életkedvemet is elvetted, mert mondtam, hogy át vagyunk vágva, gyerekek. A bérunióról lehet hangzatos kampányokat csinálni, csak amikor majd végül azt, amit a Jobbik bejelentett, hogy majd az unióban majd valaki kitárgyalja, és erről majd lesz egy szabályozás, és ha legyen így, akkor szépen kinek csapódik vissza az asztalára? A szakszervezeteknek. Akinek majd ezzel dolga lesz, és tehát köszönöm szépen, én tudok magunknak munkát szerezni, és nem kell ezt nekem a Jobbik. És amikor azt nézzük, hogy a Fidesz, én abban tetszelek, hogy ő az legnagyobb szociális áll. Amikor az Orbán Viktor azt mondja, kezdetek kezdetén, hogy ő aztán mindenkit megvéd, tehát ő a szakszervezet, és ő a lapongatja ugye a Gaskó hátát egy szerelvény előtt, és azt mondja, hogy majd én mindenkit megvédek. Amikor a kormányzásai elején 3-2% volt a béremelés, és ebből nem lehetett kitörni, akkor bejön 2 éve az érdekegyeztető tanácsba, és azt mondja, hogy 25-35%. Mert hogy egyébként addigra már annyian szavaztak a lábukkal, hogy ott áll a tőkés, és egyébként ott van a gyára, ott van, nincs, aki benne dolgozzon. Tehát nekik ebbe kell állni. Hát én mindig ilyen nagy mosolygásba fogok, amikor a balatoni a szolgáltatók, akkor kiáll a tulaj, és mondja, hogy hát szörnyű, hát be kellett állni a családnak dolgozni. Hát ilyen sose volt, csak a Land Rover-eket kellett megvenni és furikázni magunkat, hát most meg nem kapok pincért. Ja, öreg, meg kéne fizetni. Ja, nem 24 órába kéne dolgoztatni szabad nap nélkül. Tehát azért itt ezek a kérdések nem perülfés. Ami, hogy át lehet-e törni? Hát média nélkül nem. Na de most ugye a média azt mondja, hogy a szakszervezeti vezetők unalmasak, a témáink unalmasak, túl bonyolultak, túlságosan nem tudunk elvonatkoztatni önmagunktól. Én meg nem hiszem, hogy ez így van. Lehet, hogy ez így volt, ez nagyon változóban van. Természetesen nekünk is kell változtatni. De az, hogyha karanténba zárnak minket, és továbbra is az lesz, hogy hát a szakszervezet az azon fura szerzetes népek, ott mit tudom, naftalinban vannak csomagolva, és 70 és 90 között ott öreg fazonok ülnek, szóval ez már nem igaz. És én azért örülök, hogy a Balázs azon túl, hogy együttműködtünk, és azon túl, hogy ezt a képet kivarázsoltuk magunkból, és most aztán papírunk van róla, hogy amit mi gondolunk, nőtagozat, nem csak a szervezeten belül vagyunk különösek vagy különlegesek, abból most kaptunk egy igazi szembenézést, egy valóságot. Ami viszont nekünk kell elgondolkodni, hogy ezt a valóságot hogy kell átvinni a közvele, hogy kell átvinni a cselekvésbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez meg már szerintem elég korszerű. Nem vagyunk mindenki, nem mindenki így gondolkodik, mint én egyelőre, de segítség kell. Tehát az, hogy a média továbbra is ezeket az ügyeket elzárja, és most például ez a munkatörvénykönyve pillanatok alatt át fog menni a parlamenten, és nekünk meg esélyünk sincs elmagyarázni, hogy ez azért nagyon gáz. Ez nem arról szól, hogy most itt, tehát ez ettől sokkal súlyosabb. Tehát 36 hónap után, gondoljunk bele, tehát ez a törvényjavaslat, hogy a munkaidő keretet föl lehet emelni 36 hónapra. Tehát, ha a munkaidő keretben dolgozunk, az jelenti, praktikusan azt jelenti, hogy most 200 órát dolgoztam, most 50-et, most, és akkor majd 36 hónap múlva a kasszát zárjuk, ha többlet van, kifizetlek, ha mínusz van, akkor is kifizetlek, mert ugye a törvény azt mondja, hogy kevesebb nem lehet. Micsoda világ ez? Hát kinek jut eszébe ilyen? De hogy a munkatörvénykönyvét, mint kedvencemet, hogy felsoroljam, hogy olyan gonosz gondolatok vannak benne, amitől a... Hát én teljesen rosszul vagyok, mint HRS, aki a szakmám szerint, amiért a fizetésemet kapom, de hát mondjam azt, hogy az az egy pont, amit én, hogy úgy mondjam, kicsináltam Magyarország munkatörvénykönyvében, mint egy személyes one-man show, hát bele volt írva ebbe a munkatörvénykönyvébe, hogy aki beteg, és tartósan beteg, 30 nap után is még betegállományban van, annak arányosan az éves szabadságát csökkenteni kell. És amikor a jogalkotónak, vagy annak, aki ezt a törvényt megírta, én ezt így megmondtam neki, hogy már ne haragudjon, de milyen gonosz gondolat
született meg a fejében, amikor ezt ide beírta, ami persze a európai törvények ellen, magyar alaptörvénnyel ellenes, hogy már csak más nem mondjak, és egyébként pedig hát szerintem aljas dolog, akkor azt mondta, hogy hát erre volt igény a kormány részéről. Záró kérdés, mert lassan véget ér a panelünk, hogy a Balázs által említett érdek és érték alapú politizálásnak az egysége, ennek a megteremtéséhez mire lenne szükség, ezt vegyük számba, mit kellene ezt tennie politikai pártoknak, politikai szereplőknek, mit kellene tennie szakszervezeteknek, és mit tehetnek ehhez hozzá esetleg maga a média szereplő, vagy a média mint olyan? Azért nem várjunk mindent a médiától, tehát a média nem a média csináljon politikát és mozgalmat, hanem hogyha már van valami, akkor arról be kell számolnia. Szerintem egy picit az osztályvakságot kell félretenni. A pártoknak szerintem ez ügyben nincsen különösebben dolguk, azért megyek vissza, és talán nem ismétlem magamat, hogy egyrésztről akik tudják, hogy hogyan kell mozgalmat csinálni, vagy már csináltak mozgalmat, akár egy tüntetés tiltakozást, azoknak el kell engedni az osztályvakságukat, ha van, és meg kell tanulni a munkatársadalom nyelvén beszélni, azokat a problémákat úgy érzékelni, hogy a lent lévők, vagy az abban lévők érzékelik. A másik pedig a szakszervezeteknek nyitottságokat kell mutatni ezek iránt az emberekkel, tehát ezeket nem lehet úgy tekinteni, mint valami elitnek, aki át akarja pozícionálni a szakszervezeteket valamilyen baráti társasága, és a harmadik pedig be kell lépni a szakszervezetbe. Tehát aki politikát akar csinálni, az ne legyen potyautas. Záró gondolatok ugye ehhez? Azt kérdezem, hogy mit kell csinálni a pártoknak. Bátornak kéne lenni, és a munkások érdekeit is figyelembe venni. Mert lehetett itt Magyarországon a rendszerváltozás után baloldali, jobboldali, konzervatív, ilyen-olyan színű párt. A munkavállalóknak sose volt könnyebb. A szakszervezeteknek sem volt sose könnyebb. Én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy azok alatt a kormányok alatt reggelente nem akarták a szakszervezetesek vérét kiinni, mint ma. De hogy könnyebb nem volt, és a munkatörvénykönyvét ezen a kormányok alatt is a munkavállalók hátrányára módosították, ez viszont tény. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a részvételt. Szeretném megköszönni vendégeinknek, Böcskei Balázsnak és Herceg Máriának. Köszönöm.